Nem volt elég csak jól játszani, átlagon felül teljesíteni ezen a meccsen. Az alagerszegi TR-re is jellemzőek azok a csapat, illetve szakmai erények, mint a KSC Szekszárda. Noha a Szekszárd összességében persze anyagerősebb, és a kispadja is hosszabb. Már-már úgy tűnt, nem lesz elég csak McColt és Bishopot levédeni a palánk alatt az alajaknak, hiszen középtávolról és a hárompontos vonalon túlról is legalább 4 játékos remekült célzott a hazai csapatból. Igaz, gyorsindításokból, megnyert 1-1-ekből a 2-2-k sikeres bontása után zicsereket dolgoztak ki a tiszta kékek, és azokat értékesítették is. Így a Szekszárd előnye nem volt több 5 pontnál a fél időben. A harmadik negyedben még keményíteni tudott védekezésén az ETE, és az amerikai Parker szedte a lepattanókat, és gigászi csatát vívott a Szekszárd visszatérő erősatárával, Erika McCall-al, miközben Kozier és Szalai vezérletével duplákat, triplákat süllyesztettek el, többnyire gyorsindítás után a szekszárdi gyűrűben a vendégek. Egál a harmadik negyed végén felsziszent a publikum. Nagyon sok olyan kosarat tudtak dobni, amilyen utolsó másodperces volt, nagyon sok támadó lepattanót szedtek, és szerintem ugye ez volt az a... Tehát alapvetően úgy gondolom, hogy tényleg, hogy azért jól védekeztünk sokáig. Ahogy az idei valamennyi nehéz mérkőzésen, a kritikus pillanatokban most is remekeltek a szekszárdi kulcsemberek. A védekezés váltás egy más típusú zónára láthatóan megzavarta az ellenfelet, és a palánk alatt gyümölcsöző McCall Bishop páros kapcsolat, illetve egy-egy egyéni plusz megvillanás jóvoltából 64-58-ra a KSC nyerte a rangadót.